Napóleon Hill szerint az emberek sokszor azért buknak el, mert nem tudnak idejében dönteni. Te mit tennél, ha egy rövid ideig látnád a jövő legnagyobb lehetőségét? Képes lennél előnyt kovácsolni belőle? Mit tartogat a jövő a pénzügyi világban? Egy soha vissza nem térő lehetőséget, amely forradalmi változást hoz. Ha kiaknázod, az életed örökre megváltozhat. Emlékezz vissza! A 80-as években a számítógépek elterjedése, a 90-es években pedig az internet térhódítása forgatta fel a világot. Mindkettő alapjaiban változtatta meg a kommunikációt, a munkát, a mindennapi életet és a gazdaságot is. Vagy gondolj a wellness diadal útjára. Azok, akik felismerték az új irányzatban rejlő lehetőségeket, elképesztő vagyonra tettek szert. Egy dolog bizonyos. Lehetőségekből a jövőben sem lesz hiány. Néhányról még semmit sem tudunk, akad viszont olyan is, amelynek majdani előnyeivel már most is tisztában vagyunk. Mi több, azt is tudjuk, hogy most van az az időpillanat, amikor érdemes cselekedni. Mit gondolsz, mi vár ránk a következő években? Vajon mi lesz a következő nagy üzleti lehetőség? Jelen pillanatban is jelentős és drámai változások történnek a világban. Ezek pedig elkerülhetetlenül érintik a pénzügyi rendszert is. Számos jel mutat arra, hogy a hagyományos modellen alapuló pénzügyi rendszer omladozik, aminek a gyökere az amerikai dollár helyzete, valamint az Egyesült Államok szerepe a gazdasági életben. A magyarázat egyszerű. A világ egyik legfőbb gazdasági nagyhatalmának államadósága rohamosan nő. 2019-ben ez az összeg meghaladta a 24 ezer milliárd dollárt. A hagyományos pénz értéke drasztikusan romlik. Az, ami 1913-ban 100 dollárt ért, annak ma már 1-2 dollár a reál értéke. Az előrejelzések szerint a következő 10 éven belül legalább 1 milliárd ember fogja elveszíteni az állását. Ám amíg a változások sok ember számára negatív következményekkel járnak, lesznek, akik felemelkednek és hatalmas vagyonra tesznek szert. És erre neked is esélyed van. Ha érdekel hogyan, akkor most nagyon figyelj. Az elmúlt évtizedek forradalmai után a 21. században egy digitális forradalom zajlik. Ez a blokklánc forradalom. A blokklánc kifejezés hallatán sokan rögtön a kriptovalutákra aszociálnak, jól lehet a blokklánc annál sokkal nagyobb és jelentősebb. Mi sem bizonyítja azt jobban, mint az, hogy a blokklánc nem pusztán egy iparágat érint, hanem jóformán az összeset. A Deutsche Bank prognózisa szerint 2030-ra eltűnnek a hagyományos pénzek, és helyüket átveszik az úgynevezett digitális kriptopénzek. A változást a blokklánc technológia teszi lehetővé. Pontosan ez az oka annak, hogy már nem csak a bankok, hanem a világ legnagyobb cégei is egyre inkább a blokklánc technológiára alapozzák a jövőbeli stratégiáikat. Az előrejelzések szerint 2027-re a blokklánc piaci értéke meghaladja a világ GDP-jének 10%-át. Ez nagyjából 8000 milliárd dollár keret. A változás elkerülhetetlen, ráadásul az átalakulás minden bizonnyal gyors és radikális lesz. Néhány évtizeden belül a blokklánc technológia és a digitális pénzek fogják uralni a világot. A jó hír az, hogy ennek köszönhetően egy sokkal gazdagabb világ vár ránk. Lesznek, akik csak figyelik a folyamatot, és lesznek, akik részt vesznek benne és profitálnak belőle. Mindenek fényében nem meglepő, hogy a blokklánc technológia térhódítása hatással lesz a kereskedelemre, a pénzügyi szektorra, a biztonságtechnikára, a kommunikációs csatornákra, a logisztikára, az egészségügyre és szinte minden további iparágra is. Gondolj bele, a blokklánc technológia csak néhány éve létezik, mégis tisztán látszik, hogy világ megváltó változásokat várhatunk tőle. A blokklánc iparág hatalmas ütemben növekszik. 2017-ben 4 milliárd dollár volt az iparág forgalma. Mára ez a szám 21 milliárd dollár. És ez még csak a kezdet. Szakértők szerint 10 éven belül a 21 milliárd dollárból 8 trillió dollár lesz. 8 trillió, vagyis 8000 milliárd dollár évente. Ez példátlan. 2000-szeres növekedés. És hogy mit is jelent egy 8000 milliárd dolláros piac? Íme egy példa, hogy jobban megértsd a jelentőségét. A táplálék kiegészítő piacának forgalma évente 111 milliárd dollár, ami kifejezetten jelentősnek számít. Rengeteg ember gazdagodott meg belőle még annak ellenére is, hogy ezen a piacon 5-10 ezer cég osztozik, ami hatalmas konkurenciát teremt. Gondolj bele, a 111 milliárd dollár eltörpül a blokklánc iparág 8000 milliárd dollárja mellett. A blokklánc iparágban egy jelenleg monopól helyzetben lévő cég, a blockchain...
században több idő kellett egy-egy új iparág felfutásához, a mai felgyorsult világban ez már nem így van. Idézzük fel például Henry Fordot, aki 1908-ban feltalálta a T-modellt. Jól lehet, az ötlet sikere vitathatatlan volt, az autóiparnak 70 évre volt szüksége ahhoz, hogy 1000 milliárd dolláros iparággá váljon. Később, amikor az IBM bemutatta a világnak az első PC számítógépet, már csak 10 év kellett ahhoz, hogy a cég értéke meghaladja a mágikus 1000 milliárd dollárt. Szakértők szerint a blokklánc iparágnak alig néhány évre van szüksége ahhoz, hogy elérje ugyanezt az eredményt. A blokkláncnak köszönhetően világszerte több millió ember fog meggazdagodni. Várhatóan a blokklánc iparág forgalma évi 8000 milliárd dollárra nő. Ez naponta 22 milliárd dollárt jelent, ami óránként 913 millió, percenként pedig 15 millió dollár. De vajon miként lehetséges ilyen hatalmas mértékű növekedés? A válasz egyszerű. A következő években szinte a teljes pénzügyi szektor átköltözik a blokkláncra. Így minden itt összpontosul. A blokklánc a következő nagy lépés az emberiség számára. Egy forradalom, amely átalakítja a világot. A korábbiakkal ellentétben ez a változás villámgyors lesz. Mindössze néhány év alatt lezajlik majd. Készen állsz rá? Készen állsz rá, hogy évele? Ha igen, most jól figyelj! Gondold végig az alábbiakat. Aki néhány évtizede 1,5 millió forintot fektetett Apple részvényekbe, az most milliárdos. Ha valaki 6 évvel ezelőtt Google részvényeket vásárolt, most biztosan elégedett, hiszen befektetése 28-szorosan megtérült. Mindannyian tudjuk, hogy a hagyományos pénz értéke évről évre romlik, ám a kriptovalutákra ennek az ellenkezője igaz. Aki 5 évvel ezelőtt 1,5 millió forintot fektetett Ethereumba, annak most több mint 1 milliárd forintja van. Tudod, hogy mi a közös az előző három példában? Az, hogy kezdetben az emberek többsége egyáltalán nem hitt bennük, vagy nem is hallott róla. Bár az időkerekét nem lehet visszaforgatni, de nem is kell, mert a blokklánc forradalom egy olyan iparágat hív életre, amely minden bizonnyal túlszárnyalja erődeit. Néhány év és 8000 milliárd dolláros üzletté válik. A statisztikák és a számok igazak, az időzítés tökéletes. A blokklánc forradalom a te lehetőséged is. Élsz vele? Történjék bármi, ezt most használd ki!